új vezetőedzővel, Demény Norberttel vág neki a labdarúgó harmadik ligának a Székelyudvarhelyi FC a 2024-2025-ös idényben. Az udvarhelyi csapat volt játékosa, korábban már segítette a klubot edzőként, most viszont hosszabb távra szavaztak bizalmat neki. A Székelyudvarhelyi FC nem sokára elkezdi a felkészülést a labdarúgó harmadik liga új idényére. A csapat a hivatalos közösségi oldalán jelentette be, hogy a 2024-2025-ös idényben Demény Norbert az előző szezonban az FK Csíkszereda tartalékcsapatát irányító vezetőedző lesz, a Székelyudvarhelyi FC vezetőedzője. Demény a klubot másfél idényen át irányító, brassói származású Lucián Nicolaou helyét veszi át. Kifejtette, mindig jó érzés hazatérni, munkája során pedig arra fog összpontosítani, hogy a legjobbat hozza ki a csapatból. Ugye minden klubnál, minden futballközegben megvan az arra hivatott állapot, ami nehéz túlnyúlni, vagy fából vaskarikát csinálni, de értelmű, hogy mi magunk a legjobbat szeretnénk kihozni, úgy a klub is. Viszont ugye azon a szinten, amit tud képviselni ez a közösség. Hozzátette, hétfőn kezdik el a felkészülést, július végén pedig már kupameccset is játszanak. A Székelyudvarhelyi FC legutóbb a harmadik liga 5. helyén végzett a bajnokságban, 10 ponttal megelőzve a Kézdivásárhelyi csapatot.